A titkos szolgálatok minden ország egyik legfontosabb szervezetét jelentik, hiszen ezek fő feladata az állam elleni titkos hadműveletek és terrorcselekmények elhárítása, illetve többek között saját akciók kivitelezése. Persze ezek feladata országonként eltérő, hiszen a terrorista támadásokkal kevésbé sújtott területeknél erre sokkal kisebb hangsúly kerül. Egy titkos szolgálat esetében minél többet tudunk a működéséről, annál rosszabbnak hihetjük, de ez nem feltétlenül igaz. A CIA pont egy olyan titkos szolgálat, amiről meglepően sokat tudunk, de valószínűleg ez nem véletlenül van így. Ugyanis egyrészt a legtöbb esetben azokról tudunk velük kapcsolatban, amiről szeretnék, hogy tudjunk, másrészt remek taktika lehet egy-kettő információ morzsa elhintése is, hogy ezzel sok embert megakadályozzanak a további kutakodásban. Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma bemutatok nektek 10 érdekességet a CIA-vel kapcsolatban, amit eddig lehet, hogy nem tudtatok. Kezdjük is a videót egy nem túl komoly, cserébe annál logikusabb és megmosolyogtatóbb információval. A CIA ügynökök sok tekintetben nem különböznek az átlag emberektől, köztük is sokan kávéval indítják a mindennapjaikat. Viszont a titkos ügynökök esetében egy fél fokkal nehezebb hozzájutni a kedvenc forró italukhoz, mint nekünk. Ugyanis a CIA Virginiában található központjában ugyan található egy Starbucks, viszont itt a személyzet nem használhatja a rendelésekhez az ügynökök neveit. Furcsán is venné ki magát, ha az egyik dolgozó folyamatosan titkos ügynökök neveit kiabálná. A rendelések beazonosítására így marad az arcmemória, és kézbe kapják az ügynökök a rendeléseiket. Mondjuk legalább így az esélyét se adják meg annak, hogy elrontsák a neveket a kiszolgáláskor. Valahol egyébként furcsa ez a megoldás, hiszen a kávézó maga csak és kizárólag úgy közelíthető meg, hogyha titkos ügynöki belépővel rendelkezik valaki, illetve hogyha a biztonsági szolgálat emberei már átvizsgálták a kávéra vágyókat. Emellett az ott dolgozók is csak egy nagyon részletes ellenőrzés után vállalhatnak munkát a CIA főhadiszállásán található kávézóban. Persze abból, ha odafigyelnek a biztonságra, még sose volt baj. Hiába álmodoznak róla sokan, nem válhat bárkiből CIA ügynök, ugyanis a hivatal nem meglepő módon nagyon megválogatja a munkavállalóit. Ugyanakkor rengeteg pozícióra lehet náluk jelentkezni, hiszen tudósoktól kezdve mérnökökön, közgazdászokon és programozókon át szinte minden szakmában keresik a legjobb szakembereket. A munkaerő felvétel pedig folyamatos. Ez nem is meglepő, hiszen rengeteg erőforrásra van szüksége a CIA-nak ahhoz, hogy olajozott gépezetként tudjon működni. Persze nem elég, ha valaki jó szakembernek számít, ennél azért többet követelnek meg az interjúk során. Kezdésként, ha nincsen diplomád, nagyon hamar el fognak utasítani, de az sem mindegy, hogy milyen eredménnyel végeztél. Az Egyesült Államokban egy úgynevezett GPA rendszer működik az egyetemeken, ami a jegyeid után szerzett pontok átlagát mutatja. Ez a legtöbb intézményben 1 és 4 közötti skálán fekszik, a CIA pedig legalább 3-as átlagot követel meg. Ha ezek megvannak, akkor már csak késznek kell lenned arra, hogy a fővárosba költöz, és jöhet is az igazi versenyfutás a többi jelentkezővel. Abban az esetben, ha a fejesek vagy a HR-esek úgy döntöttek, hogy szívesen látnak valakit a csapatban, akkor már csak egy szimpla hazugságvizsgálós teszten kell átmenni, és persze mindenkinek részletesen utána néznek, hogy kiderüljön büntetett előéletű-e, vagy van-e bármi olyan dolog a múltjában, ami miatt mégse kaphatja meg az állást. Az pedig ne higgye senki, hogy a CIA elől bármit is eltitkolhat. Viszont más buktató nincs, sőt a CIA nyíltan kommunikálja, hogy mindenki egyenlő esélyekkel indulhat egy állás betöltése esetében, függetlenül a vallásától, a bőrszínétől, vagy éppen a nemétől. Ugyan a CIA fő feladata az, hogy titkos információkat szerezzenek meg és juttassák el azokat az Egyesült Államok elnökéhez, vagy éppen hogy titkos akciókat hajtsanak végre akár az államokban, akár világszerte bárhol, mégis a működésük egy része kifejezetten nyilvános. Ugyanis a CIA évente több millió oldalnyi dokumentumot tár a nyilvánosság elé, amihez bárki hozzáférhet. Ezeknek a dokumentumoknak nagyrészt vagy a titkosítási határideje járt le és ezért lapozgathatja őket bárki, vagy a 2000-ben beiktatott információ szabadságáról szóló törvény értelmében kell nyilvánosságra hoznia a központi hírszerzési ügynökségnek. A CIA elektronikus könyvtárába tényleg bárki beléphet és válogathat a fent lévő több ezer dokumentum közül egy kis pihentető olvasásra. Emellett a CIA a saját weboldalán is gyakran megjelentett cikkeket, amik közérdekű információkat, beszédeket, jelenleg is folyó nyomozások titkosítatlan dokumentumait és többek között álláshirdetéseket is tartalmazhatnak.
Természetesen az elérhető anyagok csupán a töredékét jelentik a CIA munkásságának, aminek a túlnyomó része nem meglepő módon titkosított. Ahogy már említettem, a CIA egyik elsődleges feladata az, hogy információt szerezzen a világban zajló titkos hadműveletekről, viszont sokan úgy gondolják, hogy emellett az Egyesült Államok polgárait is folyamatosan megfigyelik. Nos, ez csak egy csavarral lehet igaz, ugyanis egy 1981-ben beiktatott rendelet szerint a központi hírszerző ügynökségnek tilos megfigyelni az államokban lakókat. Persze van kivétel, hiszen ennyire nem lehet megkötni egy titkos szolgálat kezét. Akkor, ha alapos gyanú merül fel arról, hogy egy amerikai állampolgár kémkedik, esetleg egy terrorista szervezet tagja vagy csak segít a terroristáknak, már is a CIA célkeresztjébe kerül. Viszont nem elég az, hogy valaki gyanús, hanem össze kell állítani róla egy dokumentumcsomagot, ami alapján egy vezetőnek jóvá kell hagynia a megfigyelést. Sőt, attól függően, hogy milyen módszerrel szeretné a CIA információt szerezni a célszeméről, bizonyos esetekben a Nemzeti Hírszerzés igazgatójától vagy az igazságügyi minisztertől is szükséges lehet a jóváhagyás. Szerintem kevés embernek futna át az agyán az, hogy a CIA bizonyos esetekben együttműködne az alvilág szereplőivel, de a történelem során volt már példa arra, hogy a központi hírszerző ügynökség nem ijedt meg attól, hogy a maffia segítségét kérje. A leghíresebb eset az volt, amikor Fidel Castro likvidálását tervezték, és rengeteg forgatókönyv kapott helyet a tervező asztalon. Persze a klasszikus megoldások mind szerepeltek itt, mint a bombázás, egy kis csapatos titkos akció, aminek a végén egyszerűen lelövik Castrót, de merészebb gondolatok is szányra kaptak, miszerint a maffia segítségével megmérgezik Kuba vezetőjét. Elsőre furcsán hangozhat, de a CIA több alkalommal is egyeztetett ez ügyben egy chicagói mafiózóval, mielőtt végül elvetették az ötletet. Végül is, ha már nem tudnak közvetlenül rábizonyítani semmit, ami miatt rács mögé dugják, legalább hasznuk legyen belőle. Bár valószínűleg kevesen hitték volna el, hogy egy chicagói mafiózó saját gondolata volt a kubai vezér megmérgezése, és egyértelmű lett volna az akció CIA-s háttere. Talán pont emiatt nem valósult meg végül az akció. A CIA működése rendkívül ellenőrzött, pont azért, mert nagyon kényes ügyeken is dolgoznak, amik teljes precizitást, titoktartást, tökéletes kivitelezést és többek között minden esetben egy jól megfontolt tervet is igényelnek. Ezért mind az akciók tervezésénél, mind azok végrehajtásával kapcsolatban több szereplő is a CIA-n tartja a szemét, hogy minden a lehető legnagyobb rendben történjen meg. Ez egy belső felügyelő bizottságot és több külső felügyelőt is jelent. A belső bizottság fő feladata a CIA napi működésének felülvizsgálata, hogy kiszűrjék a lehetséges csalásokat, a hatalommal való visszaélést vagy egyszerűen a rossz munkavégzést. Ennek élén nem a CIA igazgatója, hanem egy felügyelő tábornok áll. A külső felülvizsgálókból viszont már jóval több létezik, kezdjük is a legegyértelműbbel. A CIA ugyanis elsősorban az Egyesült Államok Kongresszusának és egy külső felügyelő bizottságnak is felel, aminek az amerikai elnök, az alelnök, a külügyminiszter és a hadügyminiszter a tagjai. Egyik tag szerepvállalása sem meglepő, hiszen a CIA elsődleges feladatai között szerepelnek a titkos hadműveletek végrehajtása világszerte és az Egyesült Államokkal szembeni kémakciók megállítása. Emellett a szervezet bármelyik másik Egyesült Államokban működő intézethez hasonlóan az ország törvényei szerint kell, hogy működjön, ezeket még ők se értelmezhetik szabadon. Persze ez a sok felügyelő szem se jelenti azt, hogy a CIA-nak ne lettek volna olyan húzásai a történelme során, amik legjobb esetben is a szürke zónába sorolhatók. Ilyen volt például az is, amikor az 1950-es években egy őrült tudós segítségével próbáltak kifejleszteni egy olyan szert, amivel képesek lehettek volna átvenni az uralmat az emberek akarata fölött. A tudós nem más volt, mint Dr. Sidney Gottlieb, aki egy kifejezetten érdekes személyiség. Mielőtt a CIA-nak dolgozott volna, árult karácsonyfákat, kecskepásztornakát és még tánckarrierbe is belekezdett. Mégis az igazi szenvedélye a kémia volt, így találtak egymásra a CIA-vel. A központi hírszerző ügynökség ugyanis a hidegháború elején kifejezetten elkezdett érdeklődni olyan megoldások iránt, amikkel átvehetik a kontrollt az emberek elméje fölött. Az egészet az fűtötte, hogy egyes források szerint az oroszok egy ilyen szérumon dolgoztak, és amennyiben sikerült volna nekik kifejleszteni azt, hatalmas lépéselőnybe kerültek volna az Egyesült Államokkal szemben. A projektet MK Ultrának nevezték el, és rengeteg emberi kísérletet végeztek el olyanokon, akiknek fogalma se volt arról, hogy éppen egy kutatás alanyai lettek. A
A projekt végül kudarcba fulladt, de Gottlieb nem maradt munkanélkül, ugyanis az új feladata egy olyan méregelő állítása lett, ami nem hagy nyomot az emberben, és még a boncoláskor se derül ki, hogy az áldozatot megmérgezték. Az egyik fő célpontja ennek az anyagnak a már említett Fidel Castro volt. Az őrült tudós rengeteg mindennel megpróbálkozott, egy új himlő alfajtól kezdve a nyúlpestisen át, de a CIA-nak soha nem sikerült kiiktatni a Castrót. Végül fény derült erre a titkos laborra, ami 1973-ban annak bezárásához is vezetett. Azért látszik, hogy hiába a sok felügyelő szem, olykor vagy szemet hunynak az ilyen projektek kevésbé törvényes lefuttatása fölött, vagy sikerül előlük is eltitkolni a dolgot. 1950-re a CIA szervezetet csupán árnyéka volt a korábbi önmagának. Ekkor került a CIA igazgatósági székébe Walter Bedell tábornok, akinek beiktatásával a központi hírszerző ügynökség 4 év alatt a 4. igazgatóját tudhatta magáénak. Viszont ez a választás végre kizökkentette a szervezetet a Leitmanentből, és a tábornokot azóta is a CIA megmentőjeként tartják számon. Igazgatói munkássága előtt Bedell arról vált híressé, hogy a II. Világháborúban kegyelmet nem ismerve vezette a csapatait, kihajtva belőlük a lehetetlennek hit eredményeket is. Minden alárendeltje úgy nyilatkozott róla, hogy Bedellnek egy hangulata volt, a harag, aminek köszönhetően folyamatosan ordítozott velük, így a félelem által vezérelve motiváltá váltak. Az igazgató gyorsan munkához is látott a kinevezése után, teljesen átszervezte a szervezeti egységeket, habozás nélkül felszámolt olyanokat, amiket nem talált hasznosnak, és egyben kirúgott mindenkit, akit inkompetensnek tartott. Ez a beiktatás akkor intézett beszédével teljesen összecseng, amikor is úgy köszöntötte a CIA-s dolgozókat, hogy örülök, hogy mindenki itt van, de kíváncsi leszek arra, ki marad velünk pár hónap múlva. Bedell reformjait teljesen átstruktúrálták a CIA-t, amik több esetben is talán kegyetlen megoldásoknak mondhatók, hiszen esélyt se adott pár részegységnek arra, hogy alatta is bizonyítsanak, de a mai napig úgy tekintenek rá a vezetőségben, hogy ezek mentették meg a központi hírszerző ügynökséget. A CIA főhadiszállásán nem csak egy Starbucks, de egy múzeum is látogatható, feltéve persze, ha valakinek van ehhez jogosultsága. Ugyanis csak CIA dolgozók és külön engedéllyel rendelkező vendégek látogathatják azt, úgyhogy ne gondoljátok, hogy a következő amerikai körutatokon csak úgy besétálhattok oda. A múzeum ötlete még 1972-ben röppent fel, amikor William E. Colby akkori igazgató felvetette, hogy hozzanak létre egy olyan gyűjteményt, ami történelmi jelentőséggel rendelkező CIA-s emléktárgyakat tartalmaz. Végül az 1980-as években valósult meg ez a gondolat, amikor egy új épülettel egészítették ki a CIA központját, ebben kapott helyet a mini múzeum. A múzeumban olyan fegyvereket, bevetéskor használt eszközöket, illetve ruhadarabokat tekinthetnek meg a látogatók, amiket a legtöbb esetben a CIA ügynökei használtak a titkos hadműveletek kivitelezése során. Ezen kívül még kitüntetések is találhatók itt, amik csak gazdagítják az ügynökség múltját. A múzeum célja elsősorban viszont nem a központi hírszerző ügynökség múltjának bemutatása, hanem az oktatás, ugyanis minden újonnan felvett ügynök itt tölti el az első napját, hogy tanulmányozza ezeket az eszközöket. Persze az itt bemutatott tárgyak mind fel lettek oldva a titkosítás alól, ezért nézhetik meg még a tojáséjas fenekű ügynökök is azokat. Hiába a rengeteg titkos ügynök, a kémkedés elleni védelem és a megannyi titkos küldetés, vannak olyan titkok, amik még a CIA előtt is rejtve maradnak. Pedig egy esetben szó szerint hazai pályán mozoghatnának a megoldást keresve. Ezt a rejtét a CIA virginiai főhadiszállása előtt felállított szobor, a Kryptos adja, amit 1990-ben alkotott meg James Sanborn és 4 titkos üzenetet tartalmaz. Az 1800 karakteres titkosított szöveg 3 részegységét már sikerült megfejteni, viszont az utolsó elméletileg 97-98 karakter hosszúságú részegységgel egyszerűen nem jutnak dőlőre az emberek, pedig profi kódfejtők is próbálkoztak már vele az évek során. Így vált a Kryptos a világ egyik legismertebb megoldatlan kódjává. Az első szekció megoldása egy költemény lett, amit maga a szobrász írt, a második szekció egy nyomot tartalmazott valamire, ami el van temetve, a harmadik pedig egy részlet Howard Carter régész naplójából, ami Tutanhamon fáró sírkamrájának feltárását írja le. 2006-ban Sanborn elárult egy titkot, ami akár segíthetett is volna a teljes megfejtésben. Ugyanis a második szekció megoldásáról elárulta, hogy nem pontos, méghozzá az ő hibájából. A kódban kihagyott egy X karaktert, amiről a kódfejtők kiderítették, hogy mondatokat választ el. A magyarázata szerint azért maradt ki, mert így tudta a szobor kinézetét a végletekig javítani, és elsiklott a hiba fölött. Cserébe el is árulta a pontosított megoldást, mivel a kód így is szinte tökéletesen lett megfejtve.
A negyedik részegységet viszont azóta se sikerült feltörni, pedig Sanborn rengeteg segítséget adott már hozzá. 2010-ben, 2014-ben és 2020 januárjában is felfedte egy-egy kódjelentését, így azt már tudjuk, hogy egy Berlinben található óráról szól, amihez valahogy kapcsolódik az észak-kelet szó. Viszont ezeknek a segítségeknek a felhasználásával se jött rá még mindig senki a Kryptosz teljes megfejtésére, ami így 30 éve tartja őrület alatt a kódfejtőket. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legfrissebb tartalmakról.